Jó estét kívánok, ez a Kezdőkör 6. adása. Mai műsorunkban is lesz miről beszélni, hiszen az elmúlt egy hétben sok minden történt. Elsősorban majd labdarúgással fogunk foglalkozni, hiszen tele vagyunk aktualitásokkal, de lesz majd szó kosár, illetve kosárlabdára, illetve jégkorongról. De először bemutatom mai vendégeinket. Először a Kezdőkör stúdiójában Somos Ákos, a Túlvégen, a Spieler TV elsősorban angol ügyi kommentátora, és itt most nálunk Premier League nagykövet. Jó estét, sziasztok! Német Krisztián, aki most első visszatérő vendégünk, ugye, most már. A Fejér-megyei Hírlap és részben a Fejérvár Média Centrum munkatársa. Jó estét, sziasztok! És az elsőnél is első visszatérőnk, Horog László. Felülreprezentált vagyok. Igen. A Fejér-megyei Hírlap és a kosárcsapat hivatalos munkatársa. Ugye már múltkor kézire azt mondtad, hogy annyira most már nem. Óvatosan. Csak köszönöm óvatosan. A lehetőséget. Jó, hát csapjunk is bele a közepébe, ugye, hát általában az ember úgy van, én azt gondolom dolgokkal, hogy így a végére emlékszik, nem? Tehát így a párkapcsolatnak is valahogy a vége marad meg, ezért szoktuk utálni picit az exeinket, nem? Nem mindenki, meg nem mindig. Én szűz vagyok. Laca már az elején utálja. De hogy ugye, és akkor jégkorongról beszélek, most jelen pillanatban. Én komolyan gondolkoztam, hogy mire jó az, hogy Márton Gáborra, vagy kire? Hát, Márton Gáborról is beszélhetünk, ugye Szabics kapcsán, és a Vidi kapcsán, de most maradjunk a jégkorongnál, hiszen ki fog arra emlékezni, hogy jó volt, és mennyire fantasztikus volt az alapszakasz, és rekordgyőzelem, és a többi, amikor ugye arról már beszéltünk egyszer, és söpréssel esett ki a volán az osztrák hokiligából. De hogy most megint nem sikerült megnyerni a magyar kupát, oda a volán varázs, hogy látjátok? Hiszen azért alapvetően ugye arról szól a volán, hogy a magyar jégkorong zászlós hajója azért játszik az osztrák hokiligában, mert kimagaslik ebből a mezőnyből, és most ugye már nem először fordult elő, hogy itt a magyar kupában sem sikerült nyerni, és hogy nem arról szólt, vagy nem az volt a helyzet, hogy a légiósokat már elengedték, meg hazautaztak, hanem itt az gyakorlatilag egy első sorral állt ki a csapat. Szóval oda a volán varázs? Hát, az egy perces téma csendelkezik. Jó kérdés, de azt egyébként Erdély család már az elődöntő után megfogalmazta, hogy azért ez nem egy egyszerű helyzet, amikor azt hiszed, hogy véget ér a szezon, és akkor egy kicsit úgy leteszed az ütőt, és leülsz, és hátradőlsz, és akkor gondolkozol a jövőről, és akkor egyszer csak bejelentik, hogy akkor még van egy magyar kupa. Ők először nem tudták? Talán egy héttel korábban jelentette be a szövetség, hogy meghívásos alapon megrendezi ezt a magyar kupát, ami tök jó, hogy meg lett rendezve. De abban valóban van valami, hogy ez tulajdonképpen már nem a szezon része volt, akár ezt azt is mondhatom. Ezt én aláírom meg azt is, hogy a Magyar Kupa az egymásról szól, és tényleg látunk akár más sportágokban is, nagy kupákban nagy csapatokat elvérezni egy meccs alapján, de hogy nem kellene ott tartani a volánnak olyan célokkal, hogy egy ilyen helyzetben is meg kéne nyerni a Magyar Kupát. De ez egészen biztos. Hát ez ugye gyakorlatilag ugye ez azóta így valamióta először elindultak az osztrák ligában, most már nem tudom, több mint egy évtizeddel ezelőtt, mert amennyire én emlékszem, rá, ez a régi volánoknál is így volt, hogy ők büszkén vállalták, hogy szintet akarnak lépni, és az itthoni reakció az volt, hogy ez nem lesz jó a magyar hoki közegnek, és amikor aztán a volán az Erste szezon végén visszajött a magyar bajnoki rájátszásba, akkor mindenki fente a fogát rá, hogy megmutassák, hogy nehogy már azt gondolják magukra, hogy ők tényleg kinőtték ezt a magyar közeget, de akkor azért még többnyire végül is kiderült, hogy igen, tehát annak idején a Csicsóék azért elég rendesen agyonvertek bárkit a magyar mezőnyből, de azért emlékszem arra, hogy volt az elmúlt években már arra példa, hogy ez nem így volt. Tehát ez nem csak úgy lehet nézni, hogy a volán gyengébb lett, hanem úgy is, hogy nyilván a riválisok is most már olyan sorozatokban játszanak, amik erősebbek, mint az akkori magyar NB1 volt, nem? Mondjuk azért a tavalyi kupadöntőt, meg a mostanit azért nem lehet összehasonlítani abban a tekintetben, hogy ez a Ferencváros szanaszét verte tavaly a volánt, míg most gyakorlatilag hosszabbításban dőlt el, úgyhogy azért a harmadik harmadban a Hargrove egy triplát ütött 6 perc alatt, és úgy. Na de hogy ez sem elég? Akkor, vagy tényleg megfordíthatom azt abba az irányba, amit az Ákos mond, hogy akkor a magyar hoki lett ennyire erős? Vagy ennyit erősödtek a magyar csapatok?
Én úgy gondolom, a szövetség jó döntött, tehát azért valóban néhány nappal a valós kezdés előtt hirdették ki a programot, ugyanis akkor derült ki, hogy a Eszterliga döntőjébe két erdély csapat kerül, a Brassó és a Csíkszereda. Én úgy gondolom, miután minden klub április 30-ig fizeti a légiósait, joggal gondolták az érintett klubok, hogy ha már fizetik ezeket a játékosokat, ráadásul a világjárvány miatt ez egy különleges szezon, akkor igenis játszanak. A szövetség részéről szerintem egy jó döntés volt. A Volár részéről viszont az a kellemetlen, és úgy gondolom, hogy a külföldiek nem is gondolják végig, hogy nekik számukra szerintem minden meccs egyforma. Akik itt élünk, vagy azok a magyarok, vagyok a drukkerek, pontosan tudják, hogy egy Debrecettől kikapni nem nagyon lehet. Tehát ma mondtam valakinek, ez körülbelül az a nagyságrend, mint amikor az Alba kosárcsapata nem jutott be a nyolcba. Tehát ez nagyon kellemetlen. És annak idején emlékszem, volt egy csíkszeredai kupa, amikor Tetszétör, aki előzőleg NHL edző volt, aztán a szlovén válogatottat vitte az alcsoportba, tehát nagyon komoly múltra rendelkezett, és kikapott a Csíkszeredától, és Ocskai Gábor másnap délután menesztette. Tehát ő azt mondta, hogy nem lehet kikapni egy akkori nagyon gyenge Csíkszeredától egy ebelben playoffos Volánnak. Tehát ez is egy nagyon nehéz helyzet. Gondolom válságstáb lehet a hokisoknál, és súlyos döntéseket kell hozni. Főleg ez azért kellemetlen, mert tavaly a Fradi ellen, és ráadásul a tavalyi elődöntő már nem volt egyszerű, akkor Rajna Miki, a korábbi kapusunk nem fogott ki jó napot, igazából kicsit neki köszönhetük, hogy egyáltalán akkor a döntőbe bekerültünk. A Fradi valóban, ahogy Krisztián mondta, nagyon könnyedén megvert bennünket. Ez most egy más helyzet, de egy Debrecentől nem lehet kikapni. Tehát itt olyan dimenzionális különbség van a két klub költségvetése, hát az biztos, hogy több, mint a felével több a költségvetése a Volának, mint annak a Deacnak. Tehát nagyságrendileg lehet, hogy a harmada, de úgy gondolom, hogy a feléből gazdálkodhat az a Debrecen is. Nem is mérhető össze infrastruktúrában sem, társadalmi beágyazottságban, szponzori háttérben a Volánon, úgyhogy roppant kellemetlen helyzet. Akkor ki kell rúgni Antik Árhulát? De ezt majd a vezetők eldöntik. Hát ha már a Csicsót említetted, ugye ő azért ilyenkor elég határozott tudott lenni, hogyha úgy alakult, hogy jön egy ilyen Erste, vagy sosem nem Erste Liga, hanem az osztrák bajnokságra pontosan mi a neve, hogy annak a rájátszásában már gyakorlatilag feltörölték a Volánnal a jégpályát négyszer egymás után, és ezután jön egy ilyen presztízsben tényleg nagyon kellemetlen vereség, ugye ezek voltak azok a történetek, ami után az Ocskai Gábor bement az öltözőbe és felrúgta a szemetes kukát ugye a régi legendák szerint. Tehát nem tudom, hogy most a szélig vityáik mentalitása ez valószínűleg nem ilyen, de azt tényleg felveti egyébként a kérdés, hogy a jégkorong, amely alapvetően tényleg mindig egy ilyen légiós keringő volt, nem csak Magyarországon, bárhol, elvárható-e, hogy itt ez a fajta ilyen identitásból fakadó magabiztosság vagy becsvágy ez meglegyen? Tehát egy olyan játékos, aki az egyik fél évet itt tölti Fehérváron, aztán majd elmegy valóban Ausztriába, aztán két évvel visszajön megint ide, az nem biztos, hogy ugyanúgy fogja fel egy magyar kupa döntő presztízsét, mint annak idején a Palkovics Krisztián vagy a Csibi Józsi felfogta. Ugyanakkor viszont talán ebben a szezonban a jégkorongban azért elég komolyan felmerült, miután azért voltak olyan bajnokságok, amik vagy elindultak, vagy el sem indultak, vagy félbeszakadtak, hogy talán a légiósoknak sokkal jobban meg kellene becsülniük az élő szerződésüket. Hát, igen. És ez a fiaskó azért ezt a szép szezont, mert azért az alapszakasz az tényleg parádés volt, ezt most teljesen hazavágta szerintem. Hát ezért mondtam, csak visszakanyarodok a párkapcsolatos példámhoz, hogy van egy jó kapcsolatod, ami már a végére tönkre megy, és akkor még rányomsz egy olyat, hogy megcsalnak. Igen, csak ugye, hát én is jól emlékszem, pont a Fradi elleni kupadöntő után talán elnök úr is, Gál Péter Pál is azért megfogalmazott néhány keresetlen mondatot, tehát ott azért húztak egy vonalat, és akkor mondták azt, hogy akkor most elkezdünk építkezni, és egyébként erre a szezonra utóbb azt mondta a klub, hogy ez így oké volt. Szépen apránként az alapszakaszban versenyképesnek kell lenni, aztán majd a következő években le kell azt érni, hogy a rájátszásban ne törőjék fel a Volánnal egyébként a padlót. Egyébként az edző, a finn edző mit mondott? Én nem olvastam nyilatkozatát, tehát hogy úgy tűnt, hogy ő az egész szezonban szenzációsan tudja motiválni ezt a csapatot, amellett, hogy gondolom szakmailag is jó munkát végzett, hogy nem tudom, tehát hogy nekem ez furcsa volt, hogy mitől jött ez a nagy összezuhanás. Tehát ez most csak azért, mert a légiósok elégedettek voltak az addigiakkal? Tehát hogy magyarázta ezt valaki valamivel? Együtt néztem drukkerekkel ezt az ominózus finálét a pályán, és pont ők is azt fogalmazták meg, hogy tulajdonképpen az alapszakasz mesebeli volt, de gyenge középszakasz, egy rendkívül rossz playoff szereplés, csöprés, meg 6 gól a végén, nem ide.
meg még ez a döntő így nagyon nehéz lesz eladni a folytatást, de olvastam, hogy nemrég hosszabbítottak az edzővel újabb egy évet, tehát ez a nehéz ebben, hogy tényleg az alapszakaszra nem nagyon fog emlékezni senki, csak arra emlékeznek, hogy 8-ból a 4-be már nem mentek be, a Bécs ellen esélytelenek voltak, és kikaptak a Debrecentől. Itt nyilvánvalóan itt sakjátszma következik, hiszen nem olyan egyszerű, hogy kirúgom az edzőt holnap, tehát itt hosszas tárgyalások, akkor találni mást. Igen, szempontból idő van, hiszen most nyárig azért sok minden történhet, de ez egy nehéz helyzet. Így, ha nem lenne hosszabbítás az edzőben, nem történt volna meg, akkor ez nagyon egyszerű döntésnek tűnne, csak az a kérdés, hogy hullanak-e még fejek a portba. Tehát játékosokat menesztenek egyébként. Egy évvel ezelőtt a Hanuj Árvenpának a fejébe került az a kupa szerep, és akkor jött a Karhula. Hát, hogy vele mi lesz, ez nyilván majd az illetékesek eldöntik, de ez valóban ezt a Debrecen elleni vereséget, ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Én azért azt őszintén szóval bánom, hogy mindig csak a rosszra emlékszünk. Tehát ebből a szempontból nyilván... A végén nyilván emlékszel, persze, és a vége az nyilván sokszor rossz. A Volán az Volán, az egy brand, az a legjobb, legnagyszerűbb magyar hokiklub, tényleg kegyetlen, hogy kikaptak a Debrecentől. De hát azért a Salzburga feltörölték karácsonykor a jeget. Minden versenysorozatban, aki elindul egy ilyen szintű klubnak, az a célja, hogy a végén a legjobbak között legyen. Ezt nem is vitatom. Visszafelé nézzük, akkor azzal, hogy megmagyarázzák, hogy ők most nem tudom, van-e az osztrák ligában végső sorrend az alapja, hogy ki hol esett ki, ott végeztek, és azt mondják, hogy de igaz, hogy valamikor még novemberben volt egy szenzációs sorozatuk, ugye egy győzelmi rekord. Hát tényleg olyan, hogy onnan visszanézve, én azt gondolom, hogy ezt általában, most a focira gondolva, a kis csapatok szokták ezt így fölhozni, hogyha eleve nem ér el olyan eredményt, amire nagyon predesztinálná, de volt egy jó szezonja, akkor arra nagyon büszke. De most a Tatenemnél sem fognak arra emlékezni, hogy megverték a United-et 6-1-re. Nem a Tatenemről beszélek, hanem mondjuk a Wolverhamptonról beszélek, vagy a Middlesbroughról beszélek, akinek egyszer van egy olyan szezonja, hogy odaér a 8. hely környékére, és azt utána évekig emlegetik, hogy mennyire fölülmúlta önmagát. Azt senkibe fel nem merül, hogy akkor miért nem nyerte meg a bajnokságot. Tehát a Volán viszont azt mondjuk, hogy nem ez a szint, tehát nekik már nem azon kellene büszkeséget érezni, hogy novemberben volt egy jó sorozatuk. Ezzel együtt én egyébként azt gondolom, hogy a mai napig, hogy azért az osztrák, meg most már nem csak osztrák-magyar, hanem ilyen vegyes liga, az borzasztóan erős, tehát ott tényleg nem kell szégyenkezni azért, hogy valaki bejut a rájátszásba, és onnan nem jut tovább az elődöntőbe. Csak hát valóban így, hogy a vége ennyire csúnya lett, az egy kicsit fájdalmas. Csak annyit még, hogy tényleg én abban látom a problémát, hogy ide jön a külföldi, aláírja a szerződését, ők nagyon jó zsoldosok, ők megtesznek mindent, tényleg harcosak, de neki minden meccs egyforma. Annak idején Vicskei Bertalan került Fehérvárra, és ő a teljes tábot kötelezte arra, hogy mindenki itt lakik. A játékos is itt lakik, edző is. És azt mondta, hogy itt megy boltba, itt megy a sétáló utcára, itt megy cukrászdába, beszélget a helyiekkel, mert akkor tudja meg, hogy az adott közösségnek mi fontos és mi nem. Tehát úgy, hogy beül az autóba, lejön Pestről, Gyöngyösről, 60-ból, úgy nem fogja megtudni. Tehát itt kell, hogy éljen, és akkor majd átérzi ennek a súlyát. Tehát egyszerű példa a kosarásoknál, 2 éve érkezett egy játékos, interjút készítettem vele, járt Magyarországon, nem. Hallott róla, fogalma nincs semmiről, megérkezett, ahogy reptéről. Meg is írom a honlapra, a hírlap hasábjaira is, mert másnap telefonál valaki, hogy én mekkora idióta vagyok, fogalmam nincs semmiről. Ez az ember egy évvel ezelőtt Körmenden játszott nemzetközi kupameccset a ciprusi csapatával, ő volt a mezőn legjobbja. Tehát leszálltak a gépről Bécsben, ő fogalma nem volt, hogy határt lépett, tehát fogalma nem volt, hogy milyen országban, vagy lejátszott a meccset és elment. És én nem néztem utána, de úgy gondolom, hogy ez hasonló lehet minden sportágban, hogy ők vendégmunkások, lejátsza a meccsét, jövőre már másút játszik. Tehát nem gondolja végig azt, hogy ennek a meccsnek mi lehetett az igazi jelentősége. De Gyulai Memoriálon is halljuk itt Fehérváron a sajtótájékoztatón, hogy nagyon tetszik nekik Budapest. Mert hogy Budapesten leszállnak a Bukarest, az de is valami. De kluboknál is előfordul, hogy fölteszik a honlapra, hogy ezért szeretek a brazil focisták annyira Manchesterben élni. Milyen romantikus leszállok, hogy Southamptonban egy ilyen igazi jó kis ipari romantika. Igen, tehát ott képzeld egy igazi latin. Mindig ide vágytam, nem? Egész életemben arra vágytam, hogy Sheffieldben futballozzak. Jó, ennyi tovább, ugye van egy magyar kupa, amit nem egy hete jelentettek be, hanem azért tudjuk már egy ideje, hogy lesz. Méghozzá kosárlabda magyar kupa. Hát nem mi vagyunk az esélyesek, ugye? És akkor finoman fogalmaztam, így kellő eleganciával. Kellő eleganciával, vagy a Szolnokkal játszunk majd. Nyilván itt is benne van, hogy egy meccs
most azt tényleg megint nézők nélkül, semleges helyszínen, elkapható ez a Szolnok? Tehát játszunk egy meccsnél többet a Magyar Kupában? Én nagyon bízom benne, most volt nemrég a PCR-teszt, korábban nem voltam, csak a 25-ös keretet lehet nevezni, és éppen besúrantam, nem játékosként. És aztán most először... Centerben vagy, irányítóban számítanak rá. Hát, shooterként számolnak velem. Igen, és igen. Most először jutottam túl ezen a vizsgálaton. Azért ez a Laci a Moldovában egyezik. És győzött. Hát mentétek, kettes meg volt. Pick and roll és meg vagyok. Elzárás bikát. És érkezem. Nyázd a bikát. Míg a főiskolán volt a bajnokság, mindig megnyertük, és mondtam, hogy elengedem a hármast, hogyha rossz, akkor bejátszás volt, akkor a center figyelje. Akkor bejátszásnak szántam. És de... kézilabdában is így vétél a kapuban, tehát így van, a telekiben a... De volt, amikor nem tudtam elugrani a labdáról. Nem. Elugrottam, akkor az meg direkt volt. Volt két nagyszerű szélsőnk, ő meg a testvére. Ők megnyerték mindig a meccseket. Hajaj, hajaj. Ha meg nem, akkor még fogtam. Nem tudták, melyik jön melyik szélen. Én sem tudtam. Ez volt a fegyverük. És visszatérve a meccsre, kicsit egy görbével. Én úgy gondolom, hogy egy meccsen tényleg bármi lehet, ahogy a Debrecen megverte a Volánt, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerencsével nyerhetünk. Ez a Szolnok nagyon jó csapat, tehát nagyon masszívak, stabilak, jó külföldiekkel, három nagyon jó dobóval, jó irányítóval, két jó centerrel, de úgy gondolom, ez a Fehérvár is jobb csapat, mint amit mutatott itt az alapszakaszban. Tehát én azt hiszem, hogy sikerülhet, nem mi vagyunk az esélyesek. Ez nagyon nehéz, tehát hogyha kérték volna, hogy nehezebb sorsolást legyen, akkor se sikerülhetett volna, mert Szolnok után nagy valószínűséggel a Falko megveri azért a Pécset. Én azt hiszem, hogy pokoli nehéz dolguk van, de azt mondják mindig egy kupadöntőn, hogy ha meg akarod nyerni, akkor három meccsed van, meg kell verni mindenkit, aki számít. Nagyon nagy szerencsével meg lehet csinálni, de tartok én ettől a holnap délután 3 óra, a holnap délután 13 órakor kezdődő meccstől. Krisztián, te most voltál kinn a csapatnál. Ja, Lukács Norbival valami megsérült, nem játszhat talán? Hát bíznak benne, hogy játszani fog. Érdekes, hogy egy zseniális játékos, nagyon okos, nagyon felkészült, egy tiszta lelkű, nagyon jó gondolkodású srác, csak ő valahogy, ha megérkezik egy vírus, akár már a Kárpát-medencébe, ő nagy valószínűséggel el fogja kapni. Tehát nagyon sok egészségügyi gondja van, ugyanakkor egy félelmetesen jó játék, hogyha nagyon bízom benne, hogy játszik. Aztán itt volt a Markovics is, nagyon nehezen jött ki a Covid-ból, sokan bajlottak, Csorvási is, most ma beszéltem velem, már teljesen egészséges. Tehát én nagyon remélem, hogy abszolút teljes csapattal fel tudunk állni. És hát félek, de próbálok optimista lenni, sőt az is vagyok. És ott leszel a csapat mögött. 12. egy emberként. Egy emberként. Visszaszartó. Egy emberként ott lesz a csapat. Igen. 2017-ben volt, ugye? Az, mikor 17-ben nyert, 13-ban Pakson. De mindig négy évente. A Szolnokot verték az egylabdás meccsen Győrben. Az négy éve. Nem, de így van. Így van. Hát ez volt mindig, ugye az Alba mindig akkor nyerte meg a Magyar Kupát, amikor a bajnokságban is jó volt. Tehát nem mindig nyerte meg a kupát a bajnokság mellé, de amikor megnyerte, én úgy emlékszem, hogy mindig bajnokcsapat volt. Tehát a Farkassanyék és a Zuniccsal is akkor nyertek Magyar Kupát, amikor aztán a döntőt is megnyerték a bajnokságot. És valahogy amióta 8-as döntő van, és amióta 3 meccset kell nyerni 2 nap vagy 3 nap alatt, azóta még inkább igaz szerintem, ami kicsit előtte is igaz volt, hogy tehát véletlenül nem lehet. Tehát olyan nincs, hogy egy csapat, mert azt mondjuk, hogy egy meccsen minden megtörténhet. Én inkább mindig úgy tapasztalom, hogy amelyik csapat úgy ér oda, hogy már eleve a bajnokságban is jelezte, hogy ő favorit, az általában a kupában is úgy szerepel. Tehát nem lehet úgy megnyerni a Magyar Kupát, hogy nem én vagyok az esélyes, nem játszom jól, nem nekem a legjobb az állományom, de ott minden megtörténhet. Tehát én nem azt mondom, hogy pesszimista vagyok, de az a tapasztalatom, hogy általában azért ez a hármas meccs, legkésőbb a második meccsen kijön az, hogy azért a favoritok azok itt jobbak. Hát ettől még nyilván én lennék a legboldogabb, hogyha most nem a papírforma érvényesülne. De hát a Laci pont azt mondja, hogy ez a csapat most jobb, bocsánat, a Volánnal egy picit ellentétes beállítva ezt, én azt mondom, hogy engem az nem érdekelne, hogy a kupában mi lett, hogyha a bajnokságban a végén valami jót húznának. Nyilván ott sem ők lesznek azért a favoritok. Nem tudom, mert én megmondom őszintén... Tehát a Fehérvár visszavághat a Debrecennek, ugye itt hoki vonalról átugorva a kosárvonalra. Én is ettől tartok. Valóban Krisztián és Ákos jól mondta, hogy te 13-ban, akkor még 4-es döntőket rendeztek, 13-ban Pakson, ott Fehérvár megverte a Szolnokot a döntőben. Ez egy óriási meccs volt.
hatalmas meccs volt, és érdekes volt, hogy az ünneplés után beszélgettem játékosokkal, és egyikük sem nyert még semmit. Tehát az újságban másnap azt hittem, hogy... Jós Levi emlékezetes ünneplése a Városháza erkélyén az volt. Azt mondtam, hogy vesztesekből győztesek, és már hajnalban megjelent az újság, Hamról Anna hívott is, hogy hát ilyen szívet nem szeretne a folytatásban, de mondom, itt még senki nem nyert semmit. De most már győztesek, tehát mondom, a tagmondatnak a második felére ügyeljél. És akkor 17-ben Győrben valóban Lóránt Peti dobott egy olyan barabros duplát Vojvodáról, kicsit a Voja késett, és így, hogy ott nagyon sokáig vezettünk, utána átvette a vezetést a Szolnok, és aztán vesztettnek tűnt, ők kihagytak egy lehetőséget. Hát az utolsó támadás még ők vezették, igen, és igen, háromszor ráemelték. Igen, tehát ott lepörgött a gyűrűről, igen, tehát igen. Az egy félelmetes, és négy évvel megírtak, hogy vagy győztesek a győztesek. Győztesekből győztesek, és olyan egyszerű volt. A koreográfia egyszerű. Úgyhogy mondom, akkor még mondjuk négyes döntő volt, elődöntő szerencsével, ott vagy a döntőbe, nyugodtabb körülmények között. Itt az a nehéz, hogyha le is győzel egy Szolnokot, jön a Falkó nagy valószínűség szerint, az már nehéz ügy. A másikák egyébként nagyon érdekes ez a sorsolás, hogy a másikák nagyon könnyűnek tűnik ehhez képest. Tehát onnan nagyon egyszerű bejönni a döntőbe. Bemész a döntőbe, akkor megvélhetően egy olyan ellenfelet kapsz, amely ellen könnyen. A kupa arra jó lehet, hogy felkészít a bajnoki playoffra. Tehát arra feltétlenül, tehát hogyha mondjuk... Hát én annyit tennék ehhez hozzá, hogy... Ennek, hogy kibővítették 8-asra, és gyakorlatilag csináltak egy ilyen 4 napos mini bajnokságot, ez szerintem egy szenzációs dolog. A magyar kosárlabdában az elmúlt években ez a legjobb dolog, ami történt, hogy ezt kitalálták, de azért, mert ez a közönségnek egy marha jó valami volt. Akkor is még, amikor Pesten volt, és a Tüskecsarnokban, és nem valamelyik vidéki helyszínen, ugye mindig igyekeznek valami semleges csarnokba elvinni a döntőt, én ezzel nem okvetlenül értek egyet, de az biztos, hogy a közönségnek ez egy nagyon jó ünnep volt. De így, hogy nincs közönség, én simán meggondoltam volna, hogy vissza kellene hozni azt a 4-es döntőt, mert minek? Tehát minek plusz 2 meccs, úgyhogy nincs kosárünnep, nem érkezhetnek az ország minden részéről a szurkolótáborok, hogy a 6 különböző szektorból szurkoljanak, szerintem semmi értelme nincsen. Akkor, amikor a sorsolás lezajlott, akkor még nem lehetett tudni, hogy a világában hogy alakult. Tehát itt nagyon sok minden, nagyon hirtelen döntés, itt a Jégkorong Magyar Kupa is, tehát bejut valaki, és akkor azt mondod, hogy mégse gyere. Tehát Ez nagyon nehéz ügy, tehát a sportdiplomácia valahol, és nem teheted meg. Akkor igazából, hogy 4, meg másik 4 így, hogy úgy gondol, mindenki hazamegy, tehát szállást nem kell fizetni. Én úgy hallottam, hogy van hely a csarnokban most sajnos játszani, tehát nem kellett a cipővásárt odébb rakni. Most nem. Annak idején a Fradi női kézisei kellett, hogy máshol játszanak a BL-ben, mert ugye akkor még a körcsarnokban is játszottak meccset, és cipővásár volt az napra eladva. Na, minden esetre 4 évente az Alba nyeri. A Magyar Kupát, úgyhogy most akkor az Alba nyeri, persze. Hát proféta szóljon belőle, Krisztián, szerintem itt Fehérváron mindenki ezt mondja. És ugye van még egy csapatunk, aki akár megnyerheti a Magyar Kupát, de a bajnokságban... Melyik? A Vidi. Jaj. Ugye hát Szabics Imre hétvégén bemutatkozott, ő azt mondta, hogy ezüstérem és kupagyőzelem. Ugye ez a cél, ehhez képest ugye hát Fiola Attila viszonylag hamar megpecsételte ennek a csapatnak a sorsát itt a Kisvárd elleni meccsen, ugye 2 sárga a 35. percig. És aztán, hát én vágtam belőle tennap egy összefoglalót, és Ákos tesó, hogy Vidigólokkal. Az nem, de tennap jött a Zoli délután, hogy milyen helyzet, mondom, hogy éppen most vágtam meg az összefoglalót. Ahhoz gratulálok, mert valóban komoly kihívás volt, egy piros lap és 2 darab szögletet lehetett belerakni az összefoglalóba. Na mit szóltok egyébként Szabicshoz, aki egyébként ugye azt mondta, hogy ez egy nagyon komoly fegyvertény a Vidi és a magyar labdarúgás szempontjából, hogy őt az osztrák válogatott másodedzői pozíciójából haza tudta hozni a csapat. És ugye mindezt mondta anélkül, hogy így a szerződését... Ő mondta, hogy ez mekkora fegyvert, hogy őt hazahozták. Hát ez mutatja. Tehát azért... Hát, jó, mindent, tehát itt az anyagi feltételek adottak hozzá. Nyilván sajnos Csákvára nem jött volna haza. Igen. Kozár Mislenybe sem. Igen. Ő vezetőedző akart lenni. Tehát annak idején ezt ő elmondta többször, hogy meg fogja próbálni, és nagyon nehezen bontott szerződést az osztrák szövetségeért, Franco Foda, akinek a játékosa volt, aki a Sturm Graznál, és aztán most a válogatott nagyon ragaszkodott hozzá. Azt mondják, hogy a Szabicsa elemzésben nagyon erős, és míg a Dárdai Panőnök a stábjában volt Csaló Istvánnal,
és a Saló is mondta róla, hogy az Iminek van a, sok van a fejében. Tehát ő azt mondja, ez a mostani generációból a Löw Zsoltot és a Szabicsot tudja elképzelni akár vezetőedzőként is. Ez most már ki fog derülni. Boldog Tamás is annak idején nagyon komoly helyeket dolgozott másodedzőként, és aztán eljött Diós Győrbe, aztán elment Kisvárdára. Na, de sokan megégnek. Ott nem egyszerű azért edzősködni, de ő is azt mondta Boldog Tamás, hogy dolgozott a Red Bull Lipcsénél, dolgozott a Brøndbynél. Ő azt mondta, hogy másodedzőként nagyon tisztességes jövedelmeket szerzett nyugalomban, de azt mondta, hogy ha nem próbálom meg, hogy alkalmas vagyok-e vezetőedzőnek, akkor nem fog soha kiderülni. Szabics Imre is most ezt az utat járja. Én nagyon szurkolok neki, egyrészt fehérváriként, másrészt pedig egy roppant intelligens ember, és én úgy gondolom, hogy meg fogja tudni oldani. Tehát más helyzet is. Fiola azért volt egy kicsit nekem szokatlan, mert ő nagyon-nagyon jól játszott a válogatottban is, és jól játszott a Vidiben is. De ott is ugye Andorra ellen, ugye veszünk a válogatottról is. Ő kimondott a jó szezont fut, jól játszik, magabiztos, a sérülések is elkerülik, ezért volt egy kicsit szokatlan, túlpörögte. Nem szokta ő ennyire. Lehet, hogy nagyon akar bizonyítani az új trénernek, hogy a válogatott miatt, nem ugye, tudom, de nem volt szerencsés a két megmozdulása. Olvastam, hogy ez már Torgele Sanyi keze munkája, ugye fórumozók írták. Én jobbra számítottam egyébként akkor is, hogy a 10 emberrel. De te végignézted ugye a meccset? Ugye? Nem. Hogy képzeled? Amin a második fél időt láttam. Ott még nem tartom. Azért minden mégse gyerek. Mindenem a csapat piroskékben vagyunk, hát az elbizet. Nem, én a második fél időt láttam, mikor majdnem befújta a szél a Vidi kapujába a szögletet, de én azért többre számítottam. Tehát ez a Kisvárda nem... Jó, oké, de első meccs sose könnyű, és azért hát, ugye még csak azt se lehet mondani, hogy majd itt a friss vezetőedző, mit tudom én, mit hoz magával, hogy a Márton Gábor távozása után ugye volt friss vezetőedző idézőjelesen a Szalai személyében, azt megy hónapja, bő hónapja tudják a játékosok, hogy jön a Szabics, Juhász, Torgelle trió, tehát hogy még csak ez a varázs sem volt feltétlenül meg, és akkor ehhez jött Fiola. Fityó is így egyszerű. Hát a gólja után ugye Fiolinho, ugye a válogatott. Én sem láttam a meccset, de azért úgy lehet, hogy az most ilyen általánosítás, én nem okvetlenül érzem úgy, hogy egy 0-0-ás meccset azt egyetlen embernek a kiállítására érdemes ráhúzni. Hát 140 olyan meccset láttunk már a futballtörténelemben, ahol valaki ember hátrányba került, és vagy nem kapott ki, vagy győzött, vagy attól még nem volt ilyen hulladék a meccs, tehát most Fiolának ez most egy ilyen meccse volt, hát nyilván ő se büszke rá, de egyrészt szerintem a Szabit sem hiszem, hogy erre hivatkozott, másrészt meg... Nem hivatkozott rá egyébként. Azt mondom, hogy nem biztos, hogy ettől még ne lehetett volna megnyerni. Annyit szeretnék csak ehhez hozzátenni, hogy szerintem a Lacának abban tök igaza van, hogy ez ambíció kérdése, hogy valaki azt mondja, hogy elége neki az, hogy őt egy nagyon elismert, és ráadásul, tehát mondjuk tényleg a világ legmagasabb szintjén nyilvántartott pályaedzőnek, vagy nem tudom, milyennek a hivatalos státusza most tekintik, aki mondjuk, mint a Löw Zsolt, tényleg a Thomas Tuchelt követheti a Paris Saint-Germainből a Chelsea, ez az egy óriási szakmai eredmény nyilván, tehát a Tuchel az a világ top, nem tudom, 10 edzője között van jelenleg. Vagy valaki azt mondja, hogy igen, ez óriási dolog, és én úgy érzem, hogy ez az én megfelelő szintem, vagy pedig azt mondja, hogy visszalépek kettőt, vagy hármat, vagy tizet, és hazajövök a magyar bajnokságba, de meg akarom nézni, hogy milyen az, amikor én dirigálok, és nem csak azt csinálom, amit a stábban rám osztanak. Úgyhogy az valóban becsülni lehet, hogyha valaki ezt gondolja. Az az én egyéni véleményem, lehet, hogy itt egyedül vagyok itt négyünk közül, hogy a magyar foci jelen pillanatban ez a hazai közeg, ez mennyire alkalmas arra, hogy itt bárki ezt lemérje. Tehát lehet, hogy a Szabics, hogyha egy osztrák vagy egy bármilyen más csapattál talált volna ilyen lehetőséget, azzal ő hosszabb távon jól járt volna, vagy jobban járt volna. Hát jó, de hát azért Rebrov itt azért elég jól muzsikált. Hát mondjuk igaz, hogyha a feltételek megvan. Hát de a Rebrov mondjuk azért, tehát ő nem nulla kilométeres edző volt, tehát ő BL-ben már csapatokat előtt. Ez igaz, de... Azért ő na jó, de ő számára inkább visszalépés volt a magyar bajnokságba jönni, a Szabicsnak nem, mint vezető edző. Na de ott van akkor például Paulo Sousa, aki ugye az első komolyabb lehetőségét kvázi itt kapta meg, és most ugye, majd mindjárt beszélünk a magyar válogatottról, ugye Lengyelország szövetségi kapitánya. Tehát, hogy azért az látszik, hogyha valaki jó edző, akkor itt is meg tudja, tehát ma már van azon a szinten szerintem a magyar NB1, hogyha valaki jó edző, meg tudja magát itt mutatni, nyilván ez a top 2-3 csapat kell, tehát a
a Fradi, a Vidi, meg éppen aki a harmadik, ott tudod magadat megmutatni, de megvan arra az esélyed, hogy utána megfelelő lépcsőfokokat véve, ugye Souza is volt a Fiorentinának az edzője, tehát hogy el tudsz jutni ma már a világ elébe. Most, tehát ugye arról is beszéljünk, hogy ott van az Újpestnek a legendás játékos, a Vardi, akit ugye most a Real Madrid vinne. Persze. Real Madrid vinni. Egy tipikus eset, hogy... A diája volt újpesti, aki most a West Bromwich Albion ott próbálja meg sikertelenül bentartani a Premier League-ben. A Vardi meg a Levante-ban van. Ez a Vinnének játékos tipikus eset volt az Arzena annak idején Ausztriában edzőtáborozott többször, és vállalt hakni meccseket, kifizettette az edzőtábort, és a rendezőklub pedig játszott egy gála meccset, és Szombathelyen. Játszottak Szombathelyen, én voltam Salzburgban, azóta stadionavató, illetőleg Mattersburgban játszottak a Burgenlandi válogatottal. És előző nap megjelent a sportnapi lapban, hogy Gerard holnap megveszi az Arzenál. És nem megveszi a Middlesbrough, nem vette meg. És a meccs előtt, hogy Király Gábor figyeli az Arzenál. És tényleg ez volt a szalagcím. És vége a sajtótájékoztatón, és oda megyek Arzen Wengerhez, hogy mondjon nekem magyar játékost. Ez miért fontos? Mondom, csak érdeklődöm. Azt mondja, hogy hát van az a középpályás a West Bromban. Na ez volt a Gera. És másikat nagyon nem tudok. Ezt kapust, azt mondja, igen, egy kapus véd, de kölcsön adogatják. Nem tudja a nevét? Azt mondja, nem. Mondom, Király Gábor. És azt mondja, ez miért kérdezi? Már olvastam, hogy holnap önök őt megveszi. Mi? Hát ez teljesen kizárt. Tehát ez a tipikus, hogy a menedzserem felhívta annak a klubnak a masszőrét, hogyha esetleg meg tudná kérdezni, de ilyenkor ez a menedzserek sakjátszmája. Tehát tényleg nézetre Marcin megérdezi, mit akar ez az ember, hogy... Tehát én nem is hallott róla, hogy bármi történne, és már pedig nélkül nem nagyon hoztak ott döntéseket. Jó, hogy ő volt, tehát mondjuk a fanhálla, hogy járt ahol. Megér egy úriember, tehát igen. Gondolom még úgy befelé küldött el oda. Képzeld, a Félix magáthoz oda mentél volna egy ilyenne olyan. Volt, annak én fel voltam erősödve nagyon, a Oliver Bierhoff búcsú meccse volt a Udinézében, és most Torinóban játszottak, és a... Mondom, hát Lippihez oda megyek, de hát olaszul semmit, ő se beszélt más nyelven, és előtte felirattam a kérdéseket, és papírból, hogy Signor Marcello, perke giocatore il ma, és rám nézett, rám tette vállára a kérdést, és mondom, eljutottál, jó, az tapsosabb gond meg fiú. Azóta sem mostad meg azt a vállalatot, és Schmeichel előkött az Aston Villa buszáról Varasdon, tehát... Meséltél egyszer az Zidánnal is egy ilyen sikeres villáminterjút valami... Nem sikerült annyira jól. No English. De voltak nagyon kedves emberek, voltak kevésbé azok, de tipikus tényleg az, hogy holnap ez a magyar játékos biztos garantálod valamit. Nem megy oda. Tehát. Jó, de akkor de menjünk bocsánat, csak hogy átcsatlakozzak arra, amit mondtál, hogy motivált Szabics Imre is, hogy ő ezt akarja, és ez tök jó. De ahhoz, hogy sikeres legyen, ahhoz azért egyébként szerintem jó kvalitású játékosoknak is akarni kell. Aha. És azért én a Kisvárdai meccs második félidőjében azért bennem egy ilyen erős hiányérzet alakult ki. De csak azért csak a másodikról, mert az első félidőt nem láttam. Azt nem láttam, azt, hogy akkor egész más véleményen lenni kerül. Érdekes ez egyébként, mert a Paulo Sousa idejött, három angol másodosztályú csapatnál volt ő néhány hónapot, hol a tulajja nem jött ki, hol elodták a klubot, hol nem szerepelt jól. A Vidivel szerintem annak ellenére, hogy nem nyert bajnokságot, jól dolgozott, hiszen az Európa Liga csoport körbe vitte a klubot. Érdekes volt, Mezei György még biztosan nyert volna még magyar bajnokságokat, mert ő ismerte a magyar futballt. Paulo Sousát különösebben a magyar bajnokság nem érdekelte, ő mindig olyan csapatot akart építeni, ami garantált a nemzetközi kupában sikeres. És azt a nemzetközi futballt ő lényegesen jobban ismerte, mint akkor már az a Mezei György, aki... Mondom, az NB1-be kiválóan vitte a csapatot, de kiestünk előzőleg Mariborban, igen, nem túl jó játékkal. Tehát a Paulo Sousa úgy gondolta, hogy a bajnokságban legyünk dobogósok, nem foglalkozott az arannyal, ő már a saját karrierét is építette azzal, hogy volt egy jó szereplése a nemzetközi porondon, és onnantól kezdve aztán lett
Maccabi Tel Aviv, utána aztán Bázel, mind a két csapatot bevitte aztán a csoportkörbe, sőt az egyenes kieséses szakaszba is, és utána aztán nyilvánvalóan a Fiorentina, most ez a lengyel válogatott, ő nagyon jó építette maga, egy okos ember, és jó edző is, azt kell, hogy mondjam. És akkor térjünk, és három témánk van még, ebből legalább kettőről szeretnék még beszélni veletek, és 10 percünk van már, csak ugye akkor a válogatott szereplése, 3 meccs, 7 pont. Szerintem ha van magyar, tehát magyar szurkoló megtehetni, hogy az életéből 1 percet kitöröl, akkor az a lengyelek elleni 2 perces satuzásból az 1. perc lenne. És akkor most 3 meccs, 9 ponttal állnánk. Nem biztos, hogy egyébként olyan óriási jelentősége lesz ennek a végén. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak majd az eredmények. De az tény, hogy Rossi keze nyoma, vagy munkája, az látszik ezen a válogatotton, és látszik azt, hogy ez a csapat mit akar játszani, ez a csapat tud játszani egy Lewandowski-val, és rengeteg Európa-klasszisra fölálló lengyel csapat ellen, és tud vezetni 2-0-ra, meg 3-2-re, nyerni még nem tud. Ez majd lehet a következő lépés lesz. És hát, hogy az amellett sem szabad elmenni, hogy ugye 70-es évek óta nem volt arra példa, hogy ugye 6 tétmeccsen veretlen maradjon a csapat vendégként, és ugye van egy, azt hiszem, 9 meccses, tétmeccses veretlenségi sorozatunk, ami meg ugye egy rekordbeállítás. Már amennyire fontosak ezek a rekordok, mert nyilván a VB-selejtező végén ezek majd nem számítanak, de jó látni, hogy ennek a csapatnak van arca. Kétségkívül abszolút szimpatikus egyébként. Nem. A lengyelek ellen az tényleg parádés volt. Nekem elment a hangom konkrétan. Igen, tényleg másnap beszéltünk is, és nem tudtam, hogy most megbetegedtél, vagy... Jobb lett a gyerekekkel. Hát a 3 gól, 3 erős kiabálás. Igen. Csak hát azért ez azért óvatosságra ad okot, hogy 1 percet kaptunk 2-t, mert ezek szerint pokoli gyorsan össze tudunk omlani. Rossz a csapat, hogy pont az volt a jellemző, hogy általában így a semleges néző számára mondjuk így majdnem nézhetetlen mérkőzéseken kevés rugott góllal is le tudja hozni a meccset, mert arra képes, hogy annyira megszervezze a játékot, hogy mondjuk nem, tehát nincs benne az, hogy 2 perc alatt kap 2 gólt. Ez pont nem volt eddig jellemző. Nyilván amikor egy olyan focista van a pálya, mint a Lewandowski, akinek 0,6 másodperc elég ahhoz, hogy egyszer ott maradjon 16-ra, és úgy beverje, ahogy 10-ből 9 nem verné be, az egy olyan dolog. Nyilván másik 2 gólt lehetett volna elkerülni. Ezzel együtt egyébként azt gondolom, hogy ebben a csoportban borzasztóan egyszerű a képlet, és ilyen szempontból nincs különösebb jelentősége, mert az angolok azok szerintem, ha valamire tartják magukat, nekik ezt nagyjából hibátlanul meg kell nyerni ezt a csoportot, és mögöttük pedig az a kérdés, hogy miután mi is és a lengyelek is Albániát, San Marinot és Andorrát oda-vissza megvertük, egymás között hogy döntjük el. Hát azért az albánok lehetnek azok, akik ebben egy kicsit belekavarnak, a mi esetünkben és a lengyelek esetében is, de mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy itt most egy Nemzetek Ligája bravúros menetelés, meg EB résztvevő csapatról van szó a magyar válogatott esetében, akkor ezt kijelenthetjük, hogy nekünk a lengyelek ellen kell ezt eldönteni. Úgyhogy ilyen szempontból már most azt mondan az ember, hogy majd azon az egy varsói, vagy nem tudom, hol játsszák majd azt a meccset, úgyis azon fog eldőlni. És ilyen szempontból egyébként én bízom a Rossiban, mert ő meg abban eddig mindig jó volt, hogy arra az egy nagyon fontos meccsre mindig föl tudta készíteni a csapatot, amire kellett. Hát nyilván az lenne jó, ha addig azért mondjuk az albánok ellen nem vesztenénk pontot. 2 héttel ezelőtt kérdezted, hogy ki mennyi pontot gondol. Én 7-et mondtam, mégpedig azért, mert mondtam ezt a Már mondtál volna 9-et, Laci, és akkor most itt 9-el ülök. Elhibáztam. Azt mondtam, hogy amennyivel jobbak a lengyelek egyéni képességekben, annyira mellettünk szól az összeszokottság. És valahol ez kijött körülbelül. És 2-0 után tényleg gyorsan kaptunk 2 gólt, ami nem volt korábban jellemző, hogy nem rogytunk össze, hanem Willi Orbán révén vezettünk, és sajnos Lewandowskinak olyanok a kvalitásai, hogy 20 méterre a kaputól neki ez sajnos zicser. Tehát olyat tud a futballra, amit nagyon kevesen, tehát, és ezek a magyar védők, akik játszanak komoly bajnokságokban is, még a Willi Orbán ellene, de a többiek is most már játszanak, de néha, amikor egy ilyen szintű világsztárral találkoztak, a játékosok lefagytak, mert nem nagyon szembesültek még vele. Egy magyar NB1-es meccsre nem készít fel. Így, hogy a védelmünk döntően most már külföldön játszik, de Lewandowski tényleg olyan kvalitás, hogy
ez kivéthetetlen volt. Tehát ez a három nagyon tisztességes eredmény volt, de ebben ez a nehéz ügy, Ákosnak abszolút igaza van, hogy az angolok nem tudom elképzelni, hogy akár pontot is veszítsenek, és a mögöttük viszont még a második hely is, az is elképesztő bravúr lenne. Tehát ezt a két kis csapatot megvertük, albánokat valahogy oda-vissza megverjük, a lengyelek ellen Varsóba lesz majd a döntőér, de még utána is pokoli nehéz ellenfél jön. Tehát ez a nehéz ügy, hogy a második helyről se, tehát a 10 csoport első, és utána még 3, tehát a 10 csoportból nagyon nehéz. És múltkor is mondtam, hogy egy EB-re azért a 16-ban nem nagyon tudtunk kimenni. A 24-ben már azért majdhogy nem biztosan kimegyünk, viszont itt Európából a VB-re 13 csapat, az EB-re 24, óriási a különbség. Az a 11 hely, az egy elképesztő távolságot jelent, és nehezen tudom elképzelni. Jó, azt azért tegyük hozzá, hogy az EB-re is úgy mentünk ki mind a kétszer, hogy ahhoz, hogy a magyar válogatott egy akármilyen selejtező csoportból tovább jusson, az kell, hogy egyrészt a magyar válogatottnál minden passzoljon, tehát az adott pillanatban a legjobbját tudja hozni a csapat, másrészt pedig, hogy a nálunk egy picit előrébb rangsoroltak, azért gyengélkedjenek. Tehát az egy esélyünk most is az, hogy a lengyelek, hát ha pont sérült lesz a Lewandowski, vagy pont elcseszik valahol az albánok ellen, vagy nem tudom, és akkor már esetleg. Tehát nekünk mindig az volt, tehát mi a Dárdaival is úgy jutottunk ki az EB-re, meg legutóbb a Rosszival is, hogy azért az kellett ahhoz, hogy a mi riválisainkot éppen valami nagyon nagy gödörbe belelépjenek. Úgyhogy én ebben bízom. Jó. Jó, hát most ha ezen az alapon, ha Elek Ákos nem kapufára rúgja a portugálok ellen ezt a lövést az EB-n, akkor a portugálok nem Európa bajnokok. Jézus, hát ilyenre emlékszel? Hát, micsoda? Egy lexikonűben. Micsoda? Vagy Tork az MB3-ba se nevezett Kleinheislerbe nem bízik, akkor ki sem vagyunk. Pillangó effektus, gyerekek. Jó, van még nagyon rövid időnk, de van még azért egy kényes téma így a végére, és tényleg kényes. Ugye nem olyan régen jött ki, ugye ez egy mai hír, hogy Petri Zsoltot, a Hertha kapus edzőjét kirúgták ugye Berlinből, mert hogy gyakorlatilag, gyorsan összefoglalva, ugye kritizálta Gulácsi Pétert, illetve részben, ahogy megjelent a Magyar Nemzet hasábjain, részben a mondani valóját is, bár összességében, hogyha megolvassuk az egészet, akkor talán az jön ki, hogy inkább az ellen emelte fel a szav. Olvasható belőle egyébként nyilván Petri véleménye is a témáról. Ugye Gulácsi néhány héttel ezelőtt kiállt a szivárvány családok mellett. Petri pedig ebbe állt bele, hogy mondom, olvasható a véleménye is a sorok között, illetve abban, hogy kell egy válogatott hálóőrnek egy ilyen érzékeny, és teljesen mindegy, ki mit gondol erről, egy ilyen érzékeny témában véleményt formálnia. Majd a Hertha erre ugye azt mondta, hogy ez nem összeegyeztethető az ő etikai alapelveikkel, és bár Petri kiváló edző, és remek munkát végzett, és 2015 óta dolgozik a Hertha kapusaival, megköszönték neki a munkát. És bennem rögtön az merült föl egyébként, hogyha ez fordítva történik, hogy Petri áll ki mondjuk a szivárvány családok mellett, és Gulácsi áll bele Petribe ugyanígy, akkor mondjuk Gulácsival mi történik a Lipcsében. Hát és nem a Lipcse-Hertha viszonylatban gondolkozom, hanem abban, hogy mondjuk egy játékos, akinek sok millió eurós szerződése van, az mondhat-e bármit szemben egy mondjuk néhány százezres fizetéssel könnyen kirúgható kapus edzővel szemben. Ez nem így van, Kajzi, tehát a Gulácsinak is ugyanúgy le vannak írva a szerződésében, hogy a cég elveivel kapcsolatban, ahhoz képest neki milyen megnyilatkozásai lehetnek. Azt ne hidd, hogy ha ő bármi olyat mondaná, ami a Lipcsének a filozófiája, vagy az üzleti értekével ellentétek, akkor nem mondják kérdést. Nem, de itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy tényleg csak egy mondatban, mert nagyon sokáig lehetne erről beszélni. Én nagyon szomorúnak tartom, hogy akár a Petri Zsolt, akár a Gulácsi Péter, akár a Krutka János, akár a nem tudom kicsoda, bárki nem mondhatja el a véleményét bármiről. Legyen az ő véleménye fekete, a másiké fehér, ez szeresse a rózsaszint, az szeresse a zöldet, nem tudom, de hogy miért nem mondhatta azt a Petri Zsolt, hogy ő nem ért egyet a Gulácsi Péterrel, és miért nem mondhatta azt a Gulácsi Péter, hogy ő meg nem ért egyet a nem tudom én kivel. Tehát és az miért felháborodtunk azon, hogy a Gulácsit kínpadra vonják a véleménye miatt, akkor ugyanúgy fel kell háborodnunk, hogy a Petri Zsolt elveszíti a munkáját, mert ő is kimondta maga véleményét. Szerintem ez a lényeg az egésznek. Ennek nem szabadna így lennie. Tök mindegy, hogy ki mit gondol így magáról van a témáról. És ezért akartam mondani, hogy Rutka Jánosnak sem szabadna bármi, hogy történjen vele azért, mert ő mondjuk... Jó, de hát hivatalosan azt ugye őt nem tudjuk, tehát ő ugye nem az... Ő,
Na, mindegy. Szóval jó, ők hivatalosan nem azért küldték el. De itt most a Gulácsiról és a Petriről beszélünk, hogy akkor az egyik oldalon foglalt állást, a másik oldalon. Miért nem lehet? Oké, akkor fölteszek még egy érdekes kérdést ezzel kapcsolatban, hogy ha mondjuk ezt kérem, mondjuk egy Oliver Kahn nyilatkozik így, mondjuk a Bayern Münchennek a kapus edzője, akkor Münchenből elküldik-e? Valószínűleg igen. Ezen a szinten a futball már nagyon nagy üzlet. És a Gulácsi azért nem lett olyan jellegű következmény, vagy nem tudjuk, mert egy kapus érték. Egy kapus edző pedig egy alkalmazott. Tehát én erre próbáltam egyébként a kérdésem elejével célozni, hogy... Azért nem volt látványos, mert Gulácsi, ha igaz, hogy ez a spanyol klub hívja, az olasz klub hívja, akkor azt mondják, hogy maradj csendben, és folytatásban ne beszélj így. Egy Petri Zsolta lehetett példát statuálni. Az a nehéz ilyenkor, hogy Petri egyébként teljesen jót mondott. Én úgy gondoltam, hogy teljesen rendben van, aztán később már helyreigazítás, látszott ott a kapkodás, ott már a klub részéről, a Zsolt részéről, maga az újság részéről is, és akkor már próbálták egy kicsit polírozni ezt a dolgot, akkor már nehezen lehetett. Én nem gondoltam, hogy megválnak tőle. Ő neki volt egy nagyon nehéz időszak egy évvel ezelőtt, amikor nem védették a Klinsmann fiát, meg a Klinsmann közölte akkor szakmai igazgatóként, mint meg a tulaj jobb kezeként, hogy nem olyan jó a szakmai munka kapusoknál, a Zsoltot visszahelyezték az utánpótlásba, a Dárdainak az első döntése volt. Itt a Pali meggyőződésben megpróbálta megmenteni, de nem tudta. Tehát itt a futballban, itt lehet, hogy egy szponzor, vagy lehet, hogy az önkormányzat, aki lehet, hogy tulajdonos a klubban, azt mondta, hogy nekik ez nem fér bele, és ez nehéz ügy, és ebben az Ákosnak igaza van, hogy nem szabad megnyilván, hogy miért nem szabad, de jelenállás azt jelenti, hogy nem szabad. Ezt a klub mondta, Laca, biztos, hogy nem szponzor, mert nem önkormányzat ezt a klub. A Hertha egy nagyon keményen építi a saját identitását, a saját klubját arra építi, hogy ott a migrációból, ott Berlinben felnövekvő óriási népességből építik fel az utánpótlásukat. Ez egy társadalmi kérdés, és ők ebben a társadalmi kérdésben nagyon szigorúan, azt most teljesen mindegy, hogy mi mit gondolunk róla, vagy te mit gondolsz erről, ők nagyon szigorúan egy elvet képviselnek, hogy nincs olyan, hogy valaki számon kér bárkit a származása, vagy az identitása miatt. És mivel a Petri nyilatkozatát ők így értelmezték, ezért döntöttek így. De ez biztos, hogy tehát ez emiatt volt, nyilván üzleti érdekük. Mert az ő üzleti érdekük az, hogy abból a közegből minél több, továbbra is több száz fiatalt nevelhessenek ki. De mondom még egyszer, nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy miért nem vállalhatja bárki a véleményét. A Petri nem uszított senki ellen, a Petri nem fenyegetett meg senkit, nem mondott rosszat egyetlen csoportról se. Ő elmondta a véleményét egy kérdés, ahogy a Gulácsi is elmondta. És hogyha az egyik megteheti, akkor a másiknak is meg kell, hogy tegye, vagy megtehesse. Én nagyon szívesen megtenném még veletek azt, hogy beszélgetek itt tovább, mert azért még lenne, én nagyon szívesen beszélgettem volna még a Németország-Észak-Macedónia mérkőzés végeredményéről, meg az angol bajnokságról egy kicsit, de majd erről akkor egy másik adásban később. Én köszönöm szépen Somos Ákosnak, Németh Krisztiánnak és Horog Lászlónak, hogy itt voltak ma velünk. Önöknek a figyelmet, ez volt a Kezdőkör, ezzel a műsorra legközelebb, vagy egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! Start.